Hare Krishna! Folytatjuk a Srimad Bhagavatam negyedik énekének felolvasását, és elérkeztünk a harmadik fejezethez. Szeretném jelezni, hogyha probléma van a felvétellel, vagy ilyesmi, akkor nyugodtan kommentben jelezzétek, vagy messengeren rám lehet írni, Juhász Tamás Miklós néve megtaláltok. Viszont azt tájékoztatásul közlöm, hogy én közel lakok a reptérhez. És meg szoktam állítani ilyen pillanat megállítóval a felvételt, amíg elhúznak a gépek. Egyébként valamennyire lehet hallani, de konkrétan, amikor a legjobban zúgnak, akkor meg szoktam állítani. Biztos látjátok, van ilyen mozdulat. Szóval nem akad a felvétel, én állítom meg, de ugye az nem befolyásolja a felolvasás, mert addig nem olvasok fel, amíg meg van állítva. Úgyhogy ezt nézzétek el nekem, de ugye itt a szabadban ezt máshogy én nem tudom megoldani. Szóval, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Illetőleg a felolvasással kapcsolatosan felmerülő kérdésekre szintén nagyon szívesen válaszolok. Ehhez megint a Messenger vagy WhatsApp felületeket tudnám ajánlani, mert itt elég körülményes a YouTube-on lekommunikálni. Harmadik fejezet, az Úr Síva és Szati beszélgetése. Először a versek, és utána a magyarázatok. Na és ilyenkor jön egy repülő, akkor egy megállítom egy pillanatra. Maitreya folytatta. Após és veje, Daksa és az Úr Síva között hosszú ideig nem enyhült a feszültség. Daksát végtelenül felfuvalkodottá tette, amikor az Úr Brahmá őt jelölte ki, hogy legyen a Prajapatiknak, a népesség ősnemzőinek a vezére. Daksa a Vajapeyának nevezett áldozat bemutatásához látott, s tökéletesen bízott benne, hogy az Úr Brahmát támogatni fogja. Aztán bemutatott egy másik nagy áldozatot is, amit Brihaspati szavának hívnak. Az áldozatra számtalan Brahmarsi, nagy bölcs, ősi félisten és más félisten érkezett az univerzum minden tájáról, csodálatosan felékesített feleségeik kíséretében. Az erényes Szati, Daksa leánya, meghallotta, hogy a mennyek lakói az égen repülve apja hatalmas áldozati szertartásáról beszélgetnek. Amikor látta, hogy ragyogó szemű, gyönyörű feleségeik minden irányból otthona felé közelednek, és csodálatos ruhákba öltözve, fülbevalókkal, medálos nyakláncokkal felékszerezve az áldozatra sietnek, nagy aggodalmában férjéhez, a búták urához sietett, s így szólt. Szati így szólt, kedves uram, Síva, apósod nagy áldozatokat mutat be, amelyen meghívására valamennyi félisten megjelenik. Ha akarod, mi is elmehetünk. Úgy hiszem, nővéreim mind elmentek erre a nagy áldozati szertartásra férjeikkel együtt, hogy találkozzanak rokonaikkal. Én is szeretném felékesíteni magam az apámtól kapott ékszerekkel, és én is el szeretnék menni veled, hogy részt vegyek ezen a találkozón. Nővéreim és anyám nővérei minden bizonnyal ott vannak férjeikkel és a többi kedves rokonommal együtt. Ha elmennénk, láthatnám őket, látnám a lobogó zászlókat és a nagy bölcsek bemutatta áldozatot is. Kedves férjem, nagyon szeretnék oda menni. Ez a megnyilvánult világ mindenség a három anyagi kötőerő kölcsönhatásának, azaz a legfelsőbb úr külső energiájának csodálatos teremtése. Ezt az igazságot te teljességében ismered, én azonban csak egy szegény nő vagyok, s ahogy magad is tudod, nem vagyok tisztában az igazsággal. Ezért még egyszer látni szeretném a helyet, ahol születtem. Ó születetlen, ó két torkú, kék torkú, bocsánat, ó születetlen, ó kék torkú. Nem csak rokonaim, de férjeik és barátaik kíséretében más nők is oda mennek szép ruhába öltözve, felékszerezve. Nézd csak, milyen csodálatossá varázsolták az eget fehér repülőik, rajai. Ó legkiválóbb félisten, hogy ne zavarná meg egy leány testét, amikor azt hallja, hogy apja házában ünnepelnek. Lehet, hogy arra gondolsz, hogy nem hívtak meg oda, de ha valaki meghívás nélkül látogat el barátjának, férjének, lelki tanítómesterének vagy apjának a házába, abban semmi kivetnivaló nincs. Ó, halhatatlan Síva, kérlek légy kegyes hozzám, s teljesíts vágyamat. Tested feleként fogadtál el, ezért kérlek légy kegyes és teljesítsd óhajom.
Maitreya, a nagy bölcs így szólt. Az Úr Síva, a Kailásza hegy megszabadítója mosolyogva válaszolt, amikor kedves felesége eképpen szólt hozzá. Ezzel egy időben azonban visszaemlékezett Daksa rosszindulatú, szívet fájdító szavaira is, amelyeket az univerzum védelmezői előtt mondott. A nagy Úr válaszolt. Kedves gyönyörű feleségem, azt mondtad, az ember meghívás nélkül elmehet barátja házába, s ez igaz. De csak is akkor, ha az a barát a testi azonosítás alapján nem talál hibát a vendégben, s nem lesz dühös rá emiatt. Noha a hat tulajdonság, a műveltség, a lemondás, a gazdagság, a szépség, a fiatalság és az előkelő származás a legkiválóbbakat jellemzi, ha valaki büszke arra, hogy rendelkezik velük, azt ez a büszkeség vakká teszi, s így józan eszét elveszítve többé nem képes felismerni a nagy személyiségek dicsőségét. Senki se lépjen más házába, még akkor sem, ha azt gondolja, hogy az a rokona vagy a barátja, ha a házigazda elméje zavart, s felvont szemöldökkel, dűtől égő szemmel néz vendégére. Az Úr Síva folytatta. Ha valakit az ellenség nyilai találnak el, nem érez olyan fájdalmat, mint amikor egy rokon kegyetlen szavai sebzik meg, mert az ilyen fájdalom éjjel és nappal szakadatlanul égeti a szívét. Kedves fehér bőrű feleségem, mindenki tudja, hogy számtalan leánya közül te vagy Daksa kedvence. Házában mégsem fogadnak majd tisztelettel, mert az én feleségem vagy, s bánni fogod, hogy kapcsolatban állsz velem. Akit a hamis ego vezérel, s így elméje és teste mindig szenved, az képtelen elviselni az önmegvalósított ember gazdagságát. Mivel nem tud az önmegvalósítás síkjára emelkedni, épp úgy irigy az ilyen emberekre, ahogyan a démonok is irigyek az istenség legfelsőbb személyiségére. Kedves fiatal feleségem, a barátok és rokonok valóban kölcsönösen üdvözlik egymást, azzal, hogy felállnak, köszöntik egymást és hódolatukat ajánlják. Ám azok, akik a transzcendentális síkra emelkedtek, intelligensek, s tiszteletüket a testben lakozó felső léleknek ajánlják, nem pedig annak a személynek, aki a testtel azonosítja magát. Tiszta Krisna tudatban örökké hódolatomat ajánlom az Úr Vasudevának. A Krisna tudat mindig tiszta tudat, amelyben az istenség legfelsőbb személyisége, Vasudeva leplezetlenül tárul fel az ember előtt. Ne menj hát el apádhoz még akkor sem, ha tested tőle származik, mert követőivel együtt irigy rám. Ó, legimádandóbb! Irigységből durva szavakkal sértett meg engem, noha ártatlan vagyok. Ha intelmem ellenére, szavaimra ügyet sem vetvén úgy döntesz, hogy elmész, a jövő nem sok jót hoz számodra. A legnagyobb tisztelet övez, és rokonod sértése nyomban a halállal lesz egyenlő számodra. És akkor most nézzük magyarázatokkal együtt. Na, ilyenkor szoktam megállni. Harmadik fejezet. Az Úr Síva és Szati beszélgetése. Első vers. Maitreya folytatta. Após és veje, Daksa és az Úr Síva között hosszú ideig nem enyhült a feszültség. Magyarázat. Az előző fejezet már elmagyarázta, hogy Vidura az Úr Síva és Daksa közötti félreértés okáról kérdezte a bölcs Maitreyát. Egy másik kérdés is felmerülhet. Miért pusztította el testét Sati a Daksa és veje közötti viszály miatt? A legfőbb oka az volt, hogy apja, Daksa egy másik áldozat bemutatásához kezdett, amelyre nem hívta meg az Úr Sívát. Noha minden áldozatnak az a célja, hogy az istenség legfelsőbb személyiségét, Visnut tegye elégedetté, általában a félisteneket is mind meghívják, különösen az Úr Brahmát, az Úr Sívát és a többi főbb félistent, Indrát, Csandrát és másokat, s így ők is részt vesznek az áldozatban. Azt mondják, egyetlen áldozat sem lehet teljes, ha nincs jelen valamennyi félisten. Az após és veje közötti feszültség miatt azonban Daksa egy másik jagja bemutatásához látott, s nem hívta meg az Úr Sívát. Az Úr Brahmát, Daksát jelölte ki a legfőbb ősnemzőnek, emellett Brahmá fia is volt, és ez a magas rang rendkívül büszkévé tette. Második vers.
Daksát végtelenül felfuvalkodottá tette, amikor az úr Brahmá őt jelölte ki, hogy legyen a Prajápatiknak, a népesség ős nemzőinek a vezére. Magyarázat. Annak ellenére, hogy Daksa irigy volt az úr Sivára, és ellenségének tekintette, Brahmá őt jelölte ki a Prajápatik legfőbb vezetőjének. Ez volt az oka rendkívüli büszkeségének. Ha valaki túlságosan büszke lesz anyagi javaira, bármilyen szörnyű tettre képes. Daksa tehát alaptalan büszkesége készítésére cselekedett. Erről ír ez a fejezet. Harmadik vers. Daksa a Vajrapeyának nevezett áldozat bemutatásához látott, tökéletesen bízott benne, hogy az úr Brahmát támogatni fogja. Aztán bemutatott egy másik nagy áldozatot is, amit Brihaspati szavának hívnak. Magyarázat. A védák előírják, hogy a Brihaspati szava áldozat előtt a Vajrapeya elnevezésű áldozatot kell bemutatni. Daksa azonban az áldozatok bemutatása során egy olyan kiváló baktát hagyott figyelmen kívül, mint az úr Shiva. A védikus szentírások szerint a félisteneknek részt kell venniük a jagjákon, és részesülniük kell a felajánlásokból. Ám Daksa nem akarta meghívni őket. Minden áldozatnak az a célja, hogy elégedetté tegye az úr Visnut, de az úr Visnuhoz baktái is mind hozzátartoznak. Brahmá, az úr Shiva és a többi félisten valamennyien az úr Visnu engedelmes szolgái, ezért nélkülük az úr Visnu sohasem elégedett. Daksa azonban hatalmától megrészegülve meg akarta fosztani az úr Brahmát és az úr Shivát attól, hogy részt vegyenek az áldozati szertartáson, mert azt gondolta, hogy ha Visnunak örömet okoz, akkor nincs szükség arra, hogy követőit is elégedetté tegye. Ez azonban nem így van. Visnu azt akarja, hogy először a követői legyenek elégedettek. Az Úr Krisna kijelenti, Mad Bhakta Puja Bhyad Hika. Baktáimat imádni jobb, mint engem imádni. A Shiva Puránában szintén az áll, hogy az imádat legjobb formája, ha Visnunak teszünk felajánlásokat, de ha Krisna baktáit imádjuk, az még ennél is jobb. Így aztán Daksának az a döntése, hogy nem hívja meg az Úr Shivát az áldozatokra, nem volt helyén való. Negyedik vers. Az áldozat a számtalan Brahmarsi, nagy bölcs, ősi félisten és más félisten érkezett az univerzum minden tájáról, csodálatosan felékesített feleségeik kíséretében. Magyarázat. Az áldásos szertartások, esküvői, áldozati vagy pudzsa szertartások alkalmával jó, ha a fédes asszonyok szépen felékszerezve, szép ruhában, kozmetikumokkal díszítve jelennek meg. Ezek mind kedvező jelek. E Brihaspati szavának nevezett hatalmas áldozatra nagy számban érkeztek a hölgyek a mennyei bolygókról, férjeikkel, a devarsikkal, félistenekkel és rádzsarsikkal együtt. Ez a vers kiemeli, hogy férjeikkel együtt jöttek, mert ha egy nő szépen fel van ékesítve, férjét boldogabbá teszi. A félistenek és a bölcsek feleségeinek csodálatos díszei, ékszerei és ruhái, valamint férjeik vidámsága mind kedvező jelek voltak a szertartás bemutatásához. 5. a 7. versig. Az erényes Sati, Daksa leánya meghallotta, hogy a mennyek lakói az égen repülve apja hatalmas áldozati szertartásáról beszélgetnek. Amikor látta, hogy ragyogó szemű, gyönyörű feleségeik minden irányból otthona felé közelednek, sodálatos ruhákba öltözve, fülbevalókkal, medálos nyakláncokkal felékszerezve az áldozatra sietnek, nagy aggodalmában férjéhez, a búták urához sietett, és így szólt. Magyarázat. Ebből a versből kiderül, hogy az úr Shiva otthona nem ezen a bolygón, hanem valahol a virágűrben volt. Másképpen hogyan láthatta volna Satya minden irányból a bolygójuk felé tartó repülőket, és hogyan hallhatta volna utasaikat, amint Daksa hatalmas áldozatáról beszélne. Satit itt amiatt, hogy Daksa leánya volt, Dakshyaninak nevezik. Az Upadeva Vara kifejezés az alacsonyabb rangú félistenekre, a gandorvákra, a kinnarákra és az uragákra utal, akik nem egészen félistenek, hanem a félistenek és az emberek között vannak. Ők is eljöttek repülőiken. A Sva Nilayab Yase szó azt jelzi, hogy Sati otthonának közvetlen közelében haladtak el. A vers nagyon szép leírást ad a mennyek lakói feleségeinek ruháiról és testi vonásairól. Szemük ide-oda járt, fülbevalóik és ékszereik csillogtak-villogtak.
Szépséges ruhájuknál szebbet elképzelni sem lehetett, és nyakláncaikon valamennyien különleges medálokat viseltek. Mindegyikük a férjével érkezett, s olyan gyönyörű látvány nyújtottak, hogy Szatiban, Dakshyaniban felébredt a vágy, hogy ő is szépen felöltözzön, s férjével együtt megjelenjen az áldozaton. Ilyen a nők természete. 8. vers. Szati így szólt. Kedves uram Shiva, apósod nagy áldozatokat mutat be, amelyen meghívására valamennyi félisten megjelenik. Ha akarod, mi is elmehetünk. Magyarázat. Szati tudott az apja és férje közötti feszültségről. Mégis azt mondta férjének, az úr Shivának, hogy mivel apja házában áldozatokat hajtanak végre, melyre sok-sok félisten érkezik, ő is részt akar venni. Vágyát azonban nem mondhatta ki nyíltan, ezért csak annyit mondott férjének, hogy ha férje el akar menni, ő maga is vele tartana. Egy szóval kívánságát nagyon udvariasan adta férje tudtára. 9. vers. Úgy hiszem, nővéreim mind elmentek erre a nagy áldozati szertartásra férjeikkel együtt, hogy találkozzanak rokonaikkal. Én is szeretném felékesíteni magam az apámtól kapott ékszerekkel, és én is el szeretnék menni veled, hogy részt vegyek ezen a találkozón. Magyarázat. A nők természetéhez hozzátartozik, hogy szeretik felékszerezni magukat. Szeretnek szép ruhába öltözni, és férjükkel tartani a különféle társas összejövetelekre, hogy ott találkozhassanak barátnőikkel és rokonaikkal, és így élvezzék az életet. Ez a hajlam nem szokatlan, hiszen a nők jelentik az anyagi élvezet alapját. A szanszkrit nyelvben a nőt a stri szó jelzi, ami azt jelenti, aki kiterjeszti az anyagi élvezet mezejét. Az anyagi világban a nő és a férfi vonzódik egymáshoz. Ez a feltételekhez kötött élet elrendezése. A férfi vonzódik a nőhöz, és ennek következtében az anyagi cselekedetek, magukba foglalva házat, vagyont, gyermeket és barátságot, határai kitágulnak, s így az ember ahelyett, hogy csökkenteni anyagi szükségleteit, csupán az anyagi élvezet útvesztőjébe bonyolódik. Az úr Shiva azonban nem ilyen, és ezért nevezik Shivának. Legkevésbé sem vonzódik az anyagi élvezethez, noha felesége, Sati, egy magasrangú vezető leánya volt, aki Brahmá kérésére adta kezét Shivának. Az úr Shiva most vonakodott, ám Sati, mivel nő volt, s egy király lánya, szórakozásra vágyott. El akart menni apja házába, ahogy nővérei is bizonyára elmentek, találkozni akart velük, s élvezni akarta a társasági életet. Sati ebben a versben utal rá, hogy az apjától kapott ékszerekkel akarja feldíszíteni magát. Nem azt mondta, hogy azokat az ékszereket akarja felölteni, melyeket férje ajándékozott neki, mert férje közömbös volt az efféle dolgok iránt. Nem tudta, hogyan kell felékesíteni a feleségét, és hogyan kell részt venni a társasági életben, mert az istenség legfelsőbb személyiségére gondolva szakadatlan extázisba merült. A védikus szokások szerint a lánynak kellő mennyiségű hozományt kell kapnia a mennyegző alkalmával, s így apjától Sati is kapott hozományt, melyben különféle ékszerek is voltak. Az is szokás, hogy a férj ajándékoz ékszereket a feleségének. Sati azonban megemlíti, hogy férje, aki szinte nincstelen volt, nem tudott adni neki semmit, éppen ezért az apjától kapott ékszereket akarta felölteni. Szatinak szerencséje volt, hiszen az úr Shiva nem vette el az ékszereket tőle, hogy gandzsát vegyen belőlük. Akik az úr Shivát utánozzák és gandzsát szívnak, azok a család minden pénzét elherdálják. Elveszik feleségük minden tulajdonát, s dohányra, alkoholra, kábítószerekre és hasonlókra költik. 10. vers. Nővéreim és anyám nővérei minden bizonnyal ott vannak férjeikkel és többi kedves rokonommal együtt. Ha elmennénk, láthatnám őket, láthatnám a lobogó zászlókat és a nagy bölcsek bemutatta áldozatot is. Kedves férjem, nagyon szeretnék oda menni. Magyarázat. Ahogyan korábban olvashattuk, az ellentét após és veje között már jó ideje tartott, így Sati hosszú idő óta nem járt apja házában. Nagyon szeretett volna elmenni, különösen amiatt, hogy ez alkalommal nővérei, férjeik és anyja nővérei is ott voltak. És ahogy az nem meglepő egy nőtől, ugyanolyan szépen akart felöltözni, mint nővérei, s azt akarta, hogy őt is elkísérje a férje. Természetesen nem akart egyedül menni. 11. vers. Ez a megnyilvánult világ mindenség a három anyagi kötőerő kölcsönhatásának, azaz a legfelsőbb úr külső energiájának csodálatos teremtése. Ezt az igazságot te teljességében ismered. Én azonban csak egy szegény nő vagyok, s ahogy magad is tudod, nem vagyok tisztában az igazsággal. Ezért még egyszer látni szeretném a helyet, ahol születtem.
magyarázat. Dakshyani Sati nagyon jól tudta, hogy férjét, az Úr Sivát nem nagyon érdekli az anyagi világ ragyogó megnyilvánlása, amit a természet három köterének kölcsönhatása hoz létre. Éppen ezért agyának szólította, ami arra a személyre utal, aki felülemelkedett a születés és halál kötelékén, azaz felismerte örök helyzetét. Így szólt. Te nem élsz abban az illúzióban, hogy az eltorzult visszatükröződést, az anyagi vagy kozmikus megnyilvánlást valódinak fogadd el, hiszen önmegvalósított vagy. Számodra a társági élet vonzereje semmit sem jelent többé, s felülemelkedtél azon is, hogy valakit apának, anyának vagy nővérnek tekints, melyek nem többek illuzórikus kapcsolatoknál. Én azonban egy szegény nő vagyok csupán, és nem tettem szert mély transzcendentális megvalósításra, ezért mindezek számomra természetesen valódinak tűnnek. Csak a csekély értelemmel rendelkező emberek fogadják el valódinak a lelki világnak ezt az eltorzult visszatükröződését. Akik a külső energia varázsa alatt állnak, ezt a megnyilvánulást ténylegesnek fogadják el, míg akik fejlett lelki megvalósítást érdekel, tudják, hogy illúzió csupán. Illúzió csupán. Az igazi valóság máshol a lelki világban van. Ami engem illet, mondta Sati, nem tudok sokat az önmegvalósításról. Szerencsétlen vagyok, mert nem ismerem a tényeket. Vonzódom ahhoz a helyhez, ahol születtem, s látni szeretném. Aki vonzódik szülőhelyéhez, testéhez és a többi hasonló dologhoz, amelyről a Bhagavatam említést tesz, az olyan, mint egy szamár vagy egy tehén. Sati biztosan számtalanszor hallotta már mindez férjétől, az Úr Sivától, de mivel nő volt, Yoshit még mindig vágyott ragaszkodásának anyagi tárgyaira. A Yoshit szó azt jelenti, hogy aki élvezetet nyújt, ezért a nőt Yoshitnak hívják. A lelki fejlődésre törekvőknek tilos kapcsolatot tartania a Yoshittal, mert ha valaki egy báb lesz egy Yoshit kezében, az véget vet minden lelki fejlődésnek. Aki csak játékszerek egy nő kezében, Yoshit, Krida, Mrigesu, azok nem fejlődhetnek a lelki megvalósításban, mondják az írások. 12. vers. Pardon. Ó, születetlen, ó, kék torkú! Nem csak rokonaim, de férjeik és barátaik kíséretében más nők is oda mennek szép ruhába öltözve, felégszerezve. Nézd csak, milyen csodálatossá varázsoltak az eget fehér repülői rajai. Magyarázat. Sati az Úr Sivát most Abhavának szólítja, ami azt jelenti, aki sohasem született. Noha őt általában Bávának, születetnek ismerik. Bavának. Bavának, bocsánat. Tehát noha őt általában Bavának, születetnek ismerik. Rudra. Az Úr Siva valójában Brahmá két szeme közül született. Brahmát Svayambhunak is nevezik, mert nem emberi lénytől vagy anyagi teremtménytől született, hanem egyenesen azon a lótuszvirágon jött a világra, amely Visnu hasából sarjad. Amikor az Úr Sivát Sati Abhavának szólítja, annak jelentését úgy értelmezhetjük, hogy aki sohasem tapasztal semmiféle anyagi gyötrelmet. Sati tudatni akarja férjével, hogy még azok is megjelentek, akik nem álltak rokoni kapcsolatban apjával, míg ő maga bensőséges kapcsolatban állt vele. Kék torkúnak is szólítja férjét. Az Úr Siva egyszer megivott egy méregóceánt. Nem nyelte le, hanem a torkában tartotta, azaz nem engedte, hogy a gyomrába jusson, s emiatt lett a torka kék színű. Azóta Nilakantának kék torkúnak nevezik. Azért ivott meg egy egész méreg óceánt, hogy másokon segítsen. Amikor a félistenek és a démonok az óceánt köpülték, először méreg vált ki belőle, s mivel a méreggel teli óceán veszélyt jelentett mások számára, akik nem voltak olyan fejlettek, az Úr Siva kiitta az egész óceánt. Ha tehát ennyi mérget meg tudott inni mások kedvéért, most, mivel felesége személyesen kérte, hogy menjen el apja házába, végtelen kegyéből meg kellett volna tennie még akkor is, ha először nem akart rá engedélyt adni. 13. vers. Ó, legkiváló félisten! Hogy ne zavarná meg egy leány testét, amikor azt hallja, hogy apja házában ünnepelnek? Lehet, hogy arra gondolsz, hogy nem hívtak meg oda. De ha valaki meghívás nélkül látogat el a barátjának, férjének, lelki tanítómesterének vagy apjának a házába, abban semmi kivetnivaló nincsen. 14. vers. Ó, halhatatlan Siva! Kérlek, légy kegyes hozzám, s teljesíts vágyamat!
Tested feleként fogadtál el, ezért kérlek, légy kegyes és teljesítsd óhajom. 15. vers. Maitréja nagy bölcs így szólt. Az úr Síva, a Kailásza hegy megszabadítója mosolyogva válaszolt, amikor kedves felesége ekképpen szólt hozzá. Ezzel egy időben azonban visszaemlékezett Daksa rosszindulatú, szívet fájdító szavaira is, amelyeket az univerzum védelmezői előtt mondott. Magyarázat. Amikor az úr Síva meghallotta, hogy felesége Daksáról beszél, a pszichológiai hatás az volt, hogy azonnal eszébe jutottak Daksa durva szavai, amelyekkel kirohant ellene az univerzum őreinek gyülekezetében. Az emlékek fájdalmat okoztak a szívének, mégis mosolygott, hogy feleségének örömet szerezzen. A Bhagavad Gita elmondja, hogy a felszabadult lélek mindig higgadt marad, akár szenved, akár boldog az anyagi világban. Éppen ezért felmerülhet az a kérdés, miért bántották Daksa szavai az úr Sívát, aki felszabadult lélek. Erre Srila Visvanát Csakravárti Takur ad választ. Az úr Síva átmaráma, azaz tökéletes önmegvalósítással rendelkezik, mivel azonban ő felel a tudatlanság kötőreért, a tamogunáért, néha hatással van rá az anyagi világbeli boldogság és szenvedés. Az anyagi világban és a lelki világban tapasztalható öröm és bánat között az a különbség, hogy a lelki világban minőség tekintetében a kettő hatása abszolút. Éppen ezért, ha valaki szomorú az abszolút világban, ez az úgynevezett fájdalom mindig gyönyörként nyilvánul meg. Gyermekkorában egyszer az Úr Krisnát mamája, Jasodá megbüntette, és az Úr Krisna sírva fakadt. Könnyek hullottak a szeméből, ezt azonban nem szabad a tudatlanság kötelező visszahatásának tekintenünk, hiszen ez az esemény transzcendentális boldogságot okozott. Amikor Krisna játszott, néha úgy tűnt, bánatot okoz a gópiknak, de valójában cselekedeteit transzcendentális gyönyör itatta át. Ez a különbség az anyagi és a lelki világ között. A lelki világ, ahol minden tiszta, eltorzulva tükröződik ebben az anyagi világban. A lelki világban minden abszolút, ezért a látszólagos öröm és fájdalom lelki változatosságban csupán örök boldogság tapasztalható, míg az anyagi világban, amiatt, hogy az anyagi természet kötőerői mindent beszennyeznek, az ember örömet és fájdalmat egyaránt érez. Ezért, mivel az Úr Síva felel a tudatlanság anyagi kötőereiért, bánatot érzett annak ellenére, hogy a tökéletes önmegvalósítás szintjén áll. 16. vers. A nagy úr válaszolt. Kedves gyönyörű feleségem, azt mondtad, az ember meghívás nélkül elmehet barátja házába, s ez igaz. De csak is akkor, ha az a barát a testi azonosítás alapján nem talál hibát a vendégben, s nem lesz dühös rá emiatt. Magyarázat. Az úr Síva előre látta, hogy amint Sati megérkezik apjának házába, apja, Daksa, akit a testi azonosítás túlságosan felfuvalkodottá tett, megharagszik rá, amiért odament, s bár Sati ártatlan és fedhetetlen, irgalmat nem ismerve dühös lesz rá. Az úr Síva figyelmeztette feleségét, hogy mivel apja túlságosan büszke anyagi gazdagságára, mérges lesz rá, s ez elviselhetetlen lesz Sati számára. Jobban tenné hát, ha nem menne oda. Az úr Síva tapasztalatból tudta mindezt, hiszen Daksa durva szavaival őt is megátkozta, holott ártatlan volt. 17. vers. Noha a hat tulajdonság, a műveltség, a lemondás, a gazdagság, a szépség, a fiatalság és az előkelő származás a legkiválóbbakat jellemzi, ha valaki büszke lesz arra, hogy rendelkezik velük, azt ez a büszkeség vakká tesz, és így józan eszét elveszítve többé nem képes felismerni a nagy személyiségek dicsőségét. Magyarázat. Felmerülhet a kérdés, hogyan lehetett Daksa rendkívüli műveltsége, gazdagsága, lemondása és előkelő származása ellenére ok nélkül dühös egy másik emberre. A válasz az, hogy amikor sajnálatos módon a műveltség, az előkelő származás, a szépség és a gazdagság egy olyan ember birtokában van, akit mindez felfuvalkodottá tesz, az rendkívül ártalmas. A tej nagyon finom, de amikor egy irigy kígyó megérinti, mérgezővé válik. Az anyagi kincsek, például a műveltség, a vagyon, a szépség és az előkelő származás kétségtelenül hasznosak. De mikor egy rossz indulatú ember kezében vannak, hatásuk épp az ellenkező. Chanakya Pandita egy másik példát is említ. A kígyó még akkor is félelmetes,
ha drága követ visel a fején, hiszen még mindig kígyó. S természeténél fogva még akkor is íri a többi élőlényre, ha azok ártatlanok. Amikor egy kígyó megmar egy teremtményt, azt nem feltétlenül azért teszi, mert ártott neki vagy másnak, ártatlan élőlényekre támad. Ez a szokása. Dagsát számtalan értékes anyagi tulajdonság jellemezte, ám büszke volt javaira, s emellett irigy is volt. Ezért a tulajdonságok mind beszennyeződtek. A lelki tudatban, azaz a Krisna tudatban fejlődésre törekvő ember számára ezért az efféle anyagi kincsek ártalmasak lehetnek. Kunti Dévi Krisnának szóló imáiban Akincsana Gocsarának nevezte őt, ami azt jelenti, hogy azok, akik nincstelenek, könnyedén megközelíthetik. Ha valaki elveszíti minden anyagi tulajdonát, az előnyt jelent Krisna tudata fejlődésében, noha az is igaz, hogyha valaki tudatában van az Istenség legfelsőbb személyiségéhez fűződő örök kapcsolatának, akkor anyagi kincseit, például nagy tudását, szépségét és előkelő származását az Úr szolgálatába állíthatja, s így ezek mind dicsőségessé válhatnak. Más szóval, ha valaki nem Krisna tudatos, anyagi javai nullával egyenlőek, ám ha ezt a nullát a legfelsőbb egy mellé tesszük, nyomban tízre növekszik. Ha nem a legfelsőbb egy mellett van, a nulla mindig nulla marad. Összeadhatunk akár 100 nullát is, az értéke akkor is nulla. Ha valaki anyagi javait, képességeit nem a Krisna tudatban alkalmazza, ezek a kincsek csak romlásba döntik, és a mélybe taszítják tulajdonosokat. 18. vers. Senki se lépjen más házába, még akkor sem, ha azt gondolja, hogy az a rokona vagy a barátja. Ha a házigazda elméje zavart, s felvon szemöldökkel, dütölégő szemmel néz vendégére. Magyarázat. Bármilyen alacsony származású is valaki, sohasem barátságtalan a gyermekeivel, a feleségével és legközelebbi rokonaival szemben. Még a tigris is kedves a kölykeihez, hiszen az állatvilágban minden állat szépen bánik a kölykével. Sati Daksa lánya volt, ezért bármilyen kegyetlen és alávaló is volt Daksa, az lett volna a természetes, ha szépen fogadja őt. Itt azonban az Anavashita szó arra utal, hogy az ilyen emberben nem lehet megbízni. A tigrisek nagyon kedvesek a kölykeikhez, de azt is tudjuk, hogy néha felfalják őket. A gonosz emberekben nem szabad megbízni, mert mindig ingatagok. Szatinak Síva azt tanácsolta, hogy ne menjen apja házába, hiszen nem helyes, ha egy ilyen apát rokonának tart, és szívélyes meghívás nélkül az otthonába látogat. 19. vers. Az Úr Síva folytatta. Ha valakit az ellenség nyilai találnak el, nem érez olyan fájdalmat, mint amikor egy rokon kegyetlen szavai sebzik meg, mert az ilyen fájdalom éjjel és nappal szakadatlanul égeti a szívét. Magyarázat. Sati valószínűleg úgy döntött, hogy vállalja a kockázatot, elmegy apja házába, s eltűri, ha apja barátságtalanul szól hozzá, ahogyan néha a fiú is eltűri szülei szemrehányásait. Az Úr Síva azonban figyelmeztette, hogy nem lesz képes elviselni a kegyetlen szavakat, hiszen a természetes lélektan alapján az ember elviseli, ha az ellenség bántja, mert az ellenség által okozott fájdalom természetes. De ha valakit egy rokon éles szavai sebzenek meg, az éjjel és nappal szűnni nem akaró fájdalmat okoz neki, s néha a seb annyira elviselhetetlené válik, hogy az ember öngyilkosságot követ el. 20. vers. Kedves fehérbőrű feleségem, mindenki tudja, hogy számtalan leánya közül te vagy Daksa kedvence. Házában mégsem fogadnak majd tisztelettel, mert az én feleségem vagy, s bánni fogod, hogy kapcsolatban állsz velem. Magyarázat. Az Úr Síva azzal érvelt, hogy még ha Sati egyedül férje nélkül menne, akkor sem fogadnák szívesen, mert az ő felesége. A tragédiára még akkor is megvolt minden esély, ha egyedül akart volna menni. Az Úr Síva éppen ezért burkoltan arra kérte, ne menjen apja házába. 21. vers. Akit a hamis ego vezérel, s így elméje és teste mindig szenved, az képtelen elviselni az önmegvalósított ember gazdagságát. Mivel nem tud az önmegvalósítás síkjára emelkedni, épp úgy irigy az ilyen emberekre, ahogyan a démonok is irigyek az Istenség legfelsőbb személyiségére. Magyarázat. Ez a vers fényt derít az Úr Síva és Daksa közötti gyűlölködés valódi okára.
Daksa irigyelte az Úr Sívát magas rangja miatt, hiszen az Úr Síva az Istenség legfelsőbb személyiségének minőség inkarnációja, valamint azért, mert közvetlen kapcsolatban állt a felső lélekkel, és ezért nagyobb tiszteletet tanúsítottak iránta, és jobb ülőhelyet is kapott, mint ő. Ezen kívül még sok más ok is közrejátszott. Daksa büszkeségében nem tudta elviselni, hogy az Úr Síva olyan emelkedett helyzetben van, s amikor elragadta a düh, mert az Úr Síva nem állt fel a jelenlétében, az csupán irigységének végső megnyilvánulása volt. Az Úr Síva szüntelenül meditációba merül, s mindig látja a felső lelket, ahogyan azt a versben a Purusa Buddhi Sakshinam szavak jelzik. Akinek értelme mindig az Istenség legfelsőbb személyiségén meditál, az rendkívül kimagasló szinten áll, melyet senki sem utánozhat, különösen egy közönséges ember nem. Amikor Daksa megjelent a Jagya színhelyén, az Úr Síva éppen meditált, s talán nem is vette észre, hogy Daksa belépett. Daksa azonban kihasználta a lehetőséget, hogy megátkozza őt, hiszen hosszú ideje forrt már benne az irigység az Úr Síva iránt. Akik valóban az önmegvalósítás szintjén állnak, azok minden testet az Istenség legfelsőbb személyisége templomának látnak, hiszen az Istenség legfelsőbb személyisége Paramatma formájában mindenki testében ott lakozik. Amikor valaki tiszteletét ajánlja egy másik embernek, az nem az anyagi testnek szól, hanem a legfelsőbb úr jelenlétének. Aki tehát mindig a legfelsőbb úron meditál, az mindig felajánlja neki hódolatát. Daksa azonban, aki nem áll túlságosan magas szinten, azt gondolta, hogy hódolatát az ember az anyagi testnek ajánlja, s mivel az Úr Síva nem ajánlotta fel tiszteletét az ő anyagi testének, felébredt benne a rossz indulat. Azok, akik nem képesek az olyan önmegvalósított lelkek szintjére emelkedni, amilyen az Úr Síva, mindig irigyek. A vers nagyon jó példát említ. Az aszurák, démonok vagy ateisták, mindig irigyek az Istenség legfelsőbb személyiségére is, el akarják pusztítani őt. Még korunkban is találkozhatunk a Bhagavad Gita magyarázói között olyan állítólagos tudósokkal, akik irigyek Krisnára. Amikor Krisna azt mondja, hogy Bhagavad Gita 18.65, gondolj mindig rám, légy a baktám és hódolj meg nekem, ezek a bocsinált a tudósok úgy magyarázzák, hogy nem Krisna az, akinek meg kell hódolnunk. Ez irigység. Az aszurák, vagyis az ateisták, a démonok minden ok nélkül irigyek az Istenség legfelsőbb személyiségére. Azok az ostoba emberek, akik nem tudnak az önmegvalósítás magasabb síkjára emelkedni, ahelyett, hogy tisztelnék az önmegvalósított lelkeket, mindig irigyek rájuk. Noha semmi okuk nincsen rá. 22. vers. Kedves fiatal feleségem! A barátok és rokonok valóban kölcsönösen üdvözlik egymást azzal, hogy felállnak, köszöntik egymást és hódolatukat ajánlják. Ám azok, akik a transzcendentális síkra emelkedtek, intelligensek, s tiszteletüket a testben lakozó felső léleknek ajánlják, nem pedig annak a személynek, aki a testtel azonosítja magát. Magyarázat. Felhozhatnánk azt az érvet, hogy mivel Daksa az Úr Síva apósa volt, az Úr Sívának valóban kötelessége lett volna tiszteletét ajánlania neki. Erre az érvre ez a vers ad választ. Amikor egy művelt ember üdvözlésképpen feláll vagy hódolatát ajánlja, akkor a felső lélek iránt mutatja ki tiszteletét, aki mindenki szívében ott lakozik. A vaisnavák között ezért láthatjuk, hogy még a lelki tanítómester is azonnal viszonozza a hódolatot, ha tanítványa ajánlja fel neki, mert az kölcsönösen nem a testnek, hanem a felső léleknek szól. A lelki tanítómester emiatt szintén felajánlja hódolatát a felső léleknek, aki tanítványa testében lakozik. Az Úr azt mondja a Srimad Bhagavatamban, hogy értékesebb, ha valaki a baktájának ajánlja tiszteletét, mintha neki mutatná ki hódolatát. A bakták nem azonosítják magukat testükkel, tehát ha egy vaisnava előtt mutatjuk ki megbecsülésünket, az valójában Visnunak szól. Az írások kijelentik, hogy az etiket szerint a szívben lakozó felső lélek miatt az embernek azonnal fel kell ajánlani a hódolatát, amint meglát egy vaisnavát. Egy vaisnava a testet Visnu templomának látja. Az Úr Síva Krisna tudatba merülve már felajánlotta tiszteletét a felső léleknek, így ezzel Daksának is, aki testével azonosította magát. Nem volt szükség arra, hogy testének ajánlja hódolatát, hiszen ezt egyetlen védikus szabály sem írja elő. 23. vers.
tiszta Krisna tudatban örökké hódolatomat ajánlom az Úr Vaszudévának. A Krisna tudat mindig tiszta tudat, amelyben az Istenség legfelsőbb személyisége, Vaszudéva leplezetlenül tárul fel az ember előtt. Magyarázat. Eredeti örök helyzetében az élőlény tiszta. Asango hi ayam purusa. A védikus irodalomban az áll, hogy a lélek mindig tiszta, és sohasem szennyezi be az anyaggal való kapcsolat. A lélek azonosítása a testtel csupán egy félreértésnek köszönhető. Ha valaki teljesen Krisna tudatossá válik, arról tudhatjuk, hogy visszakerült tiszta, eredeti helyzetébe. Ezt a létállapotot Shuddha Szatvának nevezik, ami azt jelenti, hogy transzcendentálisan az anyagi tulajdonságok fölött áll. Ez a Shuddha Szatva lét közvetlenül a belső energia irányítása alatt áll, ezért ebben az állapotban az anyagi tudat működése megszűnik. Amikor például a vasat tűzbe tartjuk, az felmelegszik, és amikor izzani kezd, akkor annak ellenére, hogy vas, úgy viselkedik, mint a tűz. Ugyanígy van ez a rézzel is, amikor a rezet elektromossággal töltjük fel, többé nem rézként, hanem elektromosságként viselkedik. A Bhagavad Gita 14.26 szintén megerősíti, hogy akik tiszta odaadó szolgálatot végeznek az Úrnak, azok azonnal a tiszta Brahman helyzetébe emelkednek. Mam chayo avyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samatiyaitan brahma bujaya kalpate. Ezért, ahogyan ez a vers is leírja, a Shuddha Szatva az a transzcendentális helyzet, amelyet pontos szakkifejezéssel Vaszudévának neveznek. Vaszudéva a neve annak a személynek is, akiből Krisna megjelenik. Ez a vers megmagyarázza, hogy a tiszta állapot, a tiszta állapotot Vaszudévának hívják, mert ekkor Vaszudéva az Istenség legfelsőbb személyisége leplezetlenül tárja fel magát. Ahhoz tehát, hogy az ember tiszta odaadó szolgálatot végezhessen, anélkül kell követnie az odaadó szolgálat szabályait, hogy a gyümölcsöző cselekedetek vagy az elmebeli spekuláció útján szerzett anyagi haszonra vágyna. A tiszta odaadó szolgálat során az ember pusztán kötelességből, minden szándék nélkül szolgálja az Istenség legfelsőbb személyiségét, és az anyagi körülmények sem akadályozzák. Ezt nevezik Shuddha Szatvának, vagy Vaszudévának, mert ebben az állapotban a legfelsőbb személy, Krisna felfedi magát a bhakta szívében. Srila Jiva Goszvámi a Bhagavat Szandarbában nagyon szépen leírja ezt a Vaszudéva vagy Shuddha Szatva szintet. Elmagyarázza, hogy az Ashtottara Sata 108 kifejezést azért teszik hozzá a lelki tanítómester nevéhez, hogy jelezzék, a Shuddha Szatva a Vaszudéva transzcendentális síkján van. A Vaszudéva szót más értelemben is használják. Többek között azt is jelenti, aki mindenhol jelen van, azaz mindent átható. A napot szintén Vaszudéva Szabditámnak hívják. A Vaszudéva szó több jelentést akar, de bármilyen értelemben használjuk, Vaszudéva mindig a mindent átható vagy helyhez kötött istenség legfelsőbb személyiségét jelenti. A Bhagavad Gita-ban 7.19 szintén azt találjuk. Vaszudévah szarvam iti. Ha megértjük Vaszudévát, az Istenség legfelsőbb személyiségét, és meghódolunk neki, az az igazi megvalósítás. Vaszudéva jelenti azt az állapotot, amelyen Vaszudéva az Istenség legfelsőbb személyisége megnyilvánul. Amikor valaki mentes az anyagi természet szennyétől, és tiszta Krisna tudatban, azaz a Vaszudéva állapotban van, Vaszudéva a legfelsőbb személy megnyilvánul a számára. Ezt az állapotot Kaivalyának is hívják, ami tiszta tudatot jelent. Gyánám Szatvikám Kaivalyám. Amikor valakit a tiszta, transzcendentális tudás jellemez, akkor a Kaivalya állapotában van. Ezért Vaszudéva Kaivalyát is jelent. Ezt a szót általában az impersonalisták használják. A személytelen Kaivalya nem a megvalósítás végső állapota, de a Krisna tudatos Kaivalya, amikor az ember megérti az Istenség legfelsőbb személyiségét, sikert jelent. Ebben a tiszta állapotban a hallás, az éneklés és az emlékezés, stb. Segítségével a Krisna tudományának megismerésében tett fejlődés révén az ember megértheti az Istenség legfelsőbb személyiségét.
Ezek a tettek mind a legfelsőbb úr belső energiájának irányítása alatt állnak. A belső energia működéséről szintén ír ez a vers. Apavritach mondja róla, ami azt jelenti, hogy nem fedi semmilyen lepel. Az Istenség legfelsőbb személyisége, valamint neve, formája, természetes minden, ami hozzátartozik, transzcendentális, ezért túl van az anyagi természeten, így az anyagi érzékek segítségével lehetetlen bármelyiket is megérinteni. Amikor az érzékek a tiszta, odaadó szolgálat végzése következtében megtisztulnak, Rishikena Hishikesha Sevanam Bhaktir Ucsyate, a tiszta érzékekkel leplezetlenül lehet látni Krisnát. Itt felmerülhet az a kérdés, hogy ha a bhakta valójában ugyanazzal az anyagi létbeli testtel rendelkezik, hogyan lehetséges, hogy az odaadó szolgálat következtében ugyanezek az anyagi szemek megtisztulnak? Az Úr Csétanya ezt azzal a példával szemléltette, hogy az odaadó szolgálat megtisztítja az elme tükrét. Egy tiszta tükörben élesen látjuk arcvonásainkat, és az elme tükrének megtisztításával az ember ugyanígy világos képet nyerhet az Istenség legfelsőbb személyiségéről. A Bhagavad Gita 8.8 kijelenti Abhyasa Yoga Yuktena. Ha valaki eleget tesz az odaadó szolgálatban előírt kötelességeinek, Cetasa Nanyan Gamina, azaz csupán hall Istenről és énekel róla, s ha elméje öröki elmerül az éneklésben és a hallásban, és nem hagyja, hogy bárhová elkalandozzon, akkor képes lesz arra, hogy megvalósítsa az Istenség legfelsőbb személyiségét. Ahogyan az Úr Csétanya megerősítette, a bhakti jóga folyamatának segítségével, amely a hallással és az énekléssel kezdődik, az ember megtisztíthatja a szívét és az elméjét, s így tisztán láthatja az Istenség legfelsőbb személyiségének az arcát. Az Úr Siva elmondta, hogy szívében ő mindig Vasudevára, az Istenség legfelsőbb személyiségére gondol, hiszen a legfelsőbb Úr jelen van az elméjében és a szívében, ezért állandóan hódolatát ajánlja ennek a legfelsőbb Istenségnek. Más szóval az Úr Siva mindig transzban, szamádiban van. Ezt a szamádit nem a bhakta, hanem Vasudeva irányítja, mivel az Istenség legfelsőbb személyisége egész belső energiája az ő utasítása alapján működik. Természetesen az anyagi energia szintén az ő utasítása szerint működik, de közvetlen akarata főként lelki energiáján keresztül érvényesül. Így hát lelki energiája segítségével tárja fel magát. A Bhagavad Gita-ban 4.6 olvashatjuk. Sambhavami Atma Mayaya. Atma Mayaya belső energiát jelent. Az Úr, ha kedve tartja, feltárja magát belső energiája segítségével, amikor elégedett a bhakta transzcendentális szerető szolgálatával. A bhakta sohasem követelőzik, sohasem mondja, kedves uram, kérlek gyere ide, hogy láthassalak. A bhakta helyzete nem engedi meg, hogy azt parancsolja az Istenség legfelsőbb személyiségének, hogy járuljon elé, vagy táncoljon előtte. Nagyon sok állítólagos bhakta van, aki megparancsolja az Úrnak, hogy jelenjen meg és táncoljon előtte. Az Úr azonban nem tartozik engedelmességgel senkinek. Ennek ellenére, ha elégedett az ember tiszta odaadó cselekedeteivel, akkor felfedi magát. Éppen ezért ebben a versben az Adoksha-ja szó nagyon jelentőség teljes, mert azt jelzi, hogy az anyagi érzékeinkkel sohasem leszünk képesek megvalósítani az Istenség legfelsőbb személyiségét. Senki sem ismerheti meg őt csupán a spekulatív elme segítségével, de ha valaki vágyik rá, akkor felülkerekedhet érzékeinek minden anyagi cselekedetén, s ekkor az Úr lelki energiáját megnyilvánítva feltárja magát a tiszta bhakta előtt. Amikor az Istenség legfelsőbb személyisége megnyilvánul tiszta baktája előtt, a baktának nincs más kötelessége, mint hogy tiszteletteljes hódolatát ajánlja neki. Az abszolút igazság saját formájában mutatja meg magát a baktának. Ő nem forma nélküli. Vasudeva nem forma nélküli, hiszen ebben a versben az áll, hogy amint az Úr feltárja magát, a bakta a hódolatát ajánlja neki. Hódolatunkat csak egy személynek ajánlhatjuk, egy személytelen valaminek sohasem. Nem szabad elfogadnunk azt a Mayavada magyarázatot, hogy Vasudeva személytelen. Ahogy a Bhagavad Gita mondja, Prapadyate, az ember meghódol. Az ember egy személynek hódol meg, nem pedig a személytelen egységnek. Ha meghódolásról, azaz a hódolat felajánlásáról beszélünk,
A meghódolás vagy hódolat mindig egy személyre irányul. 24. vers. Ne menj hát el apádhoz még akkor sem, ha tested tőle származik, mert követőivel együtt irigy rám. Ó, legimádandóbb! Irigységből durva szavakkal sértett meg engem, noha ártatlan vagyok. Magyarázat. Egy nő számára a férj és az apa egyformán imádatra méltó. A férj fiatal korában védelmezi a nőt, az apa pedig gyermekkorában vigyáz rá. Mindketten imádandóak tehát, de az apa különösen, hiszen ő adta ezt a testet. Az Úr Síva emlékeztette Szatit. Atyád kétségtelenül még nálam is imádandóbb, de vigyázz, mert bár tőle kaptad a testedet, lehet, hogy elvenni is ő fogja, mert amikor megpillantod majd, megsérthet, majd amiatt, hogy velem vagy van kapcsolatod. Egy rokontól a sértés rosszabb, mint a halál, különösen annak a számára, aki jó helyzetben van. 25. vers. Ha intelmem ellenére, szavaimra ügyet sem vetvén, úgy döntesz, hogy elmész, a jövő nem sok jót hoz számodra. A legnagyobb tisztelet övez, és rokonod sértése nyomban a halállal lesz egyenlő számodra. Így végződnek a Bhaktivedanta magyarázatok a Srimad Bhagavatam 4. énekének 3. fejezetéhez, melynek címe az Úr Síva és Szati beszélgetése. Következő alkalommal a 4. fejezetet fogjuk felolvasni. Szati elhagyja a testét. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupád ki jai, Jai Nitai Góra Prémanandé, Hari Hari Bol. Góra Bhakta Vrinda ki jai, köszönöm, hogy meghallgattál. Hare Krishna.